Kedvezőek a járványügyi adatok, az elmúlt 18. héten országosan átlagban 35%-kal csökkent az új fertőzöttek száma az előző héthez képest, emelte ki az operatív törzs mai tájékoztatóján a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetője. Az operatív törzs sajtótájékoztatóján Galgóczi Ágnes az oltási programról is beszélt. A már regisztrált 16 és 18 év közöttiek számára az időpont foglalás még mindig nyitva áll, hangsúlyozta. Ma pedig több mint 100 000 regisztrált számára érkezett értesítés arról, rendelkezésre áll számukra Pfizer-oltás. Ma 144 000 regisztrált kap SMS-t arról, hogy Pfizer-oltás igénybevételére közvetlenül időpontot foglalhat. Várhatóan a közeljövőben is lesz Pfizer-oltásra vonatkozó ilyen közvetlen időpontfoglalási lehetőség. Ez a folyamatosan érkező oltóanyagszállítmányoktól és az abból elsőkörös oltásra felhasználható oltóanyag mennyiségétől fog függeni, hogy hogyan tudunk ilyen oltásokat szervezni. AstraZeneca-ra, Sinopharmra és Sputnikra egyébként korlátlanul foglalhatnak időpontot a regisztráltak. Sputnik vakcinából azonban megérkezett az utolsó megrendelt szállítmány. Aki tehát ezzel szeretné beoltatni magát, jelentkezzen, hangsúlyozta Galgóczi Ágnes. Aki arról is beszélt, a tegnap érkezett 64 800 adag Moderna és a 30 000 adag Janssen a házi orvosokhoz kerül. Az országos adatokat ismertetve pedig elhangzott 1416 az új fertőzöttek száma. Elhunyt 82, többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 970 főre emelkedett. A ceglédi adatokat tekintve pedig az látható, újra csökkent az igazolt betegek száma.